Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a Nagykun polgári kör ma esti rendezvényén. Itt van mindenki? Befértünk? Nagyszerű. Úgy látom, pótszékek is vannak, az ajtók nyitva. Minden feltétel adott ahhoz, hogy megkezdődjen ez a mai alkalom. Nagy szeretettel köszöntöm Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, mai kedves vendégünket. Előadásának címe az, hogy migrációs válság és globális kihívások Magyarország 2016. Azt hiszem, ebben minden benne van. Láthatjuk a tévében, olvashatjuk a véleményét Nógrádi Györgynek, és azt hiszem, hogy valamennyien érdeklődéssel várjuk, amit elmond, amit megoszt velünk, és nagyon tiszteljük, hiszen ő egy olyan ember, aki akkor is vállalja a véleményét, amikor kritizálják, akkor is kiáll bizony nagyon nehéz kérdésekben, amikor másoknak remeg a lába, vagy inkább elhúzódnak a tévéképernyő elől. És azt hiszem, hogy egy egész ország ismerte meg most egy olyan kritikus helyzetében a magyar történelemnek, amikor megint az a kérdés, hogy mi lesz a magyarsággal, mi lesz a jövő, lesz-e magyar jövő itt a Kárpát-medencében, és miképpen tudjuk saját kézbe tartani közös dolgainkat. Úgy, hogy közben alkalmazkodnunk kell egy helyzethez. Egy ekkora országnak alkalmazkodnia kell, megmaradni, megküzdeni minden milliméterért, minden óráért és minden percért, évért, akár egy évszázadért is. Hiszen a mostani történések nagymértékben befolyásolják a jelen generáció és az utánunk következő életét is. Én örülök annak is, hogy ilyen jelentős számban vagyunk itt. Látom azt, hogy igenis a Nagykun polgári kör rendezvényei azok megérik a szervezést, a befektetett munkát, és biztos vagyok abban, hogy önöknek is az itt töltött időt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Nógrádi Györgyi a szó. Tessék, parancsol! Kedves csoklom, jó estét kívánok! Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm szépen miniszter úrnak, polgármester úrnak, képviselő úrnak a meghívást. Egy megjegyzéssel hagy kezdjem, én a 70-es évek vége, 80-as évek elején elég sokat voltam itt, imádtam ide járni, nagyon jó volt, és valami nagyon fura dolog visszajönni 35 év után abba a városba, ahol az ember volt. Nem tudom, itt van-e az, aki annak idején meghívott, Kultúrházból hívtak meg annak idején, boldogan jöttem, tényleg csodálatos volt. Emlékszem még, hogy hova vittek itt rizsfeldolgozó egyebek, tehát ez egy élmény volt. Köszönöm szépen a meghívást, és ha megengedik, akkor én egy viszonylag rövid előadást tartanék arról, hogy egy, hogy néz ki a világ, kettő, a világban hogy néznek ki a migráns kérdések, és abban maradtunk, hogy utána önök azt kérdeznek, amit akarnak, én pedig boldogan válaszolok bármire, ha tudok, ha korrekt így. Én soha életemben belpolitikában nem mentem be, egyetemista korom óta mondták, hogy itt akármit csinálok, fogok belpol kérdéseket kapni. Ha kapok, én megválaszolom, de még egyszer én külpolitikát és biztonságpolitikát tanítok. Egyetlen kérdésem van, megengedik-e, hogy levegyem az alkalmat? Köszönöm. Cserébe megígérem, hogy nem vetközöm tovább. És a végén, köszönöm. A végén, és ez a reklám helye, tavaly évvégén írtam egy könyvet, rengeteg szakkönyvet írtam, az oké. Okay. Egy olyan könyvet írtam, hogy 40 év alatt a Föld körül. Leírtam 40 év utazásai, sztoriait, politikusokkal való találkozásaimat. 1000 példányba adták ki, jelenleg 14 000 példánynál van a könyv. Ha bárkit érdekel, boldogan dedikálom. 2990 forint volt az ára. Én 10 forinttal többé adom, mert nem tudok 10 forintot visszaadni, de 10 forintért dedikálok. Tehát szerintem ez egy viszonylag korrekt üzlet. Köszönöm, kezdem. Onnan indítok, hogy ez a világ jelenleg 3 erőközpontból áll. Első az USA. Én mindig elmondom, hogy lehet az USA-t szeretni vagy nem szeretni, de az egyetlen ország a világon, amelyik képes szövetségi rendszert létrehozni. Rajta kívül senki. Második. Ez az USA összeállt másik 4 angolszász hatalommal, Kanada, USA, Nagy-Británia, Ausztrália és Új-Zéland, és szőröstől bőröstől lehallgatják a világot, ez az úgynevezett 5 szem. Mit mond az USA? Hogy én lehallgatom a világot, hogy a terror veszélyt csökkentsem. Na ez, amiből egy kuk nem igaz, a lehallgatás 90%-a gazdasági hírszerzés. Mi Európa válasza? Szörnyülködünk. Miért? Mert én, mint Európa, nem rendelkezem ezekkel a képességekkel, és a 2008-as világgazdasági válság után Európa leszerelt. Mindig elmondják, hogy a magyar katonai költségvetés mennyivel csökkent. Oké,
De a visegrádi négyeké hasonlóan, a brit, a francia, az olasz, a német hasonlóan szeretném elmondani. Mik tehát az USA dilemmák? Az USA dilemma az, hogy az orosz-ukrán háborúig egyetlen területre koncentrál az USA, ez a csendes óceán, magyarul a Kína elleni föllépésre. Az USA abból indult ki, hogy számára a fő ellenfél Kína. Abban a percben, hogy elkezdődik az orosz-ukrán konfliktus, aminek a megítélése teljesen más keleten és nyugaton, abban a pillanatban az USA három újabb külpolitikai prioritást fogalmaz meg, az egyik, hogy kiemelt szerepe van a Közel-Keletnek, ez alatt Izraelt érti, kiemelt szerepe van a Közép-Keletnek, ez alatt Iránt érti, és új Európa politikát folytat, ahol az orosz-ukrán konfliktust érti. Mi a másik dilemma, és utána rátérünk röviden az orosz-ukrán konfliktusra. Mi a másik amerikai dilemma? Hogy először az amerikai történelemben tavaly az újszülött gyerekek 51%-a volt színes bőrű. Ez azt jelenti, hogy 20-25 év múlva az USA-ba rengeteg dolog át fog alakulni, amire ma még nem számolnak. Új vezetői elitek jönnek be, spanyolajkúak vannak, ázsiaiak vannak, és afroamerikaiak vannak. Amikor én egyetemre jártam, azt tanultuk, hogy az amerikai elit férfi, protestáns, angol szász és fehér. Tessék megnézni az első kivétel Kennedy, 61-63, katolikus, a második kivétel szinte minden szempontból Obama, és hát jönnek az új vezetők. A következő amerikai dilemma az, hogy mit kezdjek Kínával, ugyanis körülbelül 2-3 évvel ezelőtt bruttó GDP-be Kína lehagyta Japánt, ettől kezdve bruttó GDP-be Kína második. A jelenlegi előrejelzések szerint néhány éven belül Kína bruttó GDP-be lehagyja az Egyesült Államokat, és világ első lesz. Ez lélektanilag hat az amerikai tudatra. Nekem nagyon fura, mert egy főre jutó GDP-be az USA világon körülbelül harmadik, Kína 70-valahanyadik. Tehát nem összevethető, de bruttóba az itt élő 1,3 milliárd ember lehagyja az itt élő töredéket. Mi az Európa politika alapja? Az Egyesült Államok abból indul ki, hogy bármi áron az oroszokat vissza kell nyomni, a 16. századi orosz határokra megállok. Ha rászánnak egy kis pénzt, körülbelül egy két évvel ezelőtt megjelent magyarul idősebb Bush emlékirata, csodálatos a könyv, ahol leírja azt, hogy hogy esik szét a Szovjetunió, hogy nyomják ki a Szovjetuniót az akkori NDK-ból, hogy nyomják ki a Szovjetuniót az akkori szocialista országokból. Hihetetlen jó a könyv. Gorbacsov alatt mindent meg lehetett csinálni, leegyszerűsítve Gorbacsovot meg lehetett venni. Jelcin alatt mindent meg lehetett csinálni, ő egy aranyos alkoholista volt. Egyel később, egy Putyin alatt, aki a titkos szolgálatokból jött, és teljesen más a háttere, sokkal kevesebbet lehet megcsinálni. Én néhány koncepcionális dolgot szeretnék majd elmondani. A jelenlegi amerikai cél az, hogy a volt szocialista országok kérjék, hogy területünkön amerikai csapatok állomásozzanak, a volt szocialista országok a rendelkezésre álló volt szovjet haditechnikát gyakorlatilag ingyen ócskavasáron adják át Ukrajnának, cserébe vegyenek modern amerikai nyugati technikát. Mi a probléma? Hát az egyik dilemma az, hogy a 90-es években a NATO katonai kiadás 50%-át adta az USA, de mivel a világgazdasági válságra az országok lefegyverkeztek, ma az USA aránya a NATO-n belül fölment 74%-ra. Nagyon fura volt, a Trump azt mondta egy választási nagygyűlésen, ha kérdeznek, én elmondom a személyes véleményem róla szívesen, hogy úgy gondolják, mondta, hogy ma az USA adja a legtöbbet a NATO-ban. Nem úgy gondolják, 74%-ot ő ad. Ez egy rendkívül lényeges elem. A következő az, hogy az amerikaiak abból indultak ki, hogy Ukrajnát bármi áron támogatni kell. Én néhány dolgot hagyj mondjak el, mert nem fogunk visszatérni Ukrajnára. A tegnapi hollandiai népszavazás bebizonyította, hogy Európa nem kér Ukrajnából. Senki nem így magyarázza. Én mindig azt mondom, piát hagyjuk ki, maradjunk a tényeknél. Magyarországnak ez nem jó, mert nekem a határom. Mi, mint Magyarország, fősorakoztunk a német-francia álláspont mögé, amelyet támogatnak az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a magyarok, hogy politikai megoldást szeretnénk. Volt egy német külügyminiszter, talán a nevére emlékeznek, magyar származású volt, úgy hívták, hogy Jóska Fischer.
A Jóska Fischernek érettségje volt. Ezzel együtt a világ egyik legklasszabb külügyminisztere volt. Taxisként kezdett, soha nem tanult, amióta nem külügyminiszter, a Harvard egyik legsikeresebb professzora érettségivel. És a Jóska Fischer írt most egy könyvet, kb. Egy másfél éve, egy éve, az a cím, hogy Megosztott Európa. És a Jóska Fischer leír egy mondatot, amit én mindig ellopok tőle, hozzátéve, hogy ő mondta, illetve írta. Azt mondja, hogy az egységes Németország Európának túl sok, a világnak túl kevés. Ezért össze kell fogni valakivel, ez a valaki Franciaország. Én csupa olyan dolgot mondok, hogy önök rákérdezhetnek. Én évekig tanítottam német egyetemeken, volt olyan, hogy én a francia nemzetbiztonsági főtanácsadóval szerepeltem együtt, fantasztikus volt. Ő 70-valahány, én 30-valahány, ő mindent tud, én egy senki adjunktus voltam, hihetetlen érdekes volt. A lényeg az, hogy a német álláspont az, hogy létre kell hozni a normandiai négyeket, ez a német, francia, ukrán, orosz, és politikai megoldás kell a konfliktusra. Zárójel. A II. Világháború vége óta Európa egyetlen konfliktusát sem tudta megoldani az USA nélkül. Ha most meg tudja oldani, új helyzet van, ha nem, az egy megint új helyzet. Zárójel. A jugoszláv háború sem tudta Európa megoldani, katonailag sem, mert nem volt légi utántöltése, nem volt műholdas hírszerzése, és nem volt megfelelő haditengerészete. Tehát mi a német-francia álláspont? Legyen béke. Mi a magyar álláspont? Igen, miért? Mert nekem Ukrajna a szomszédom, itt él a magyar kisebbség, rajta keresztül kapom a kőolajat, földgázt. Oroszország. Számomra fontos keleti nyitás, globális játékos, rajta, onnan jön a kőolaj, földgáz és Paks. Ezek elég egyértelmű dolgok. Én megjegyezni szeretném, hogy az elmúlt hetekben kétszer voltam egyházi küldöttséggel Ukrajnába. Szörnyű a helyzet. A függetlenség kezdete óta a világon semmi nem változott, aki kormányon van, az lop. Tökéletes a lopás, a bürokrácia, a nyomor. Jelenleg az európai titkosszolgálatok azt jelentik, hogy idő kérdése, hogy Ukrajnából tömeges gazdasági migráció meginduljon. Eddig hála jó Istennek nem indult meg. Az a vélemény, hogy ha ez megindul, ezek fehérek, ezek keresztények, ezek európaiak, de ezek mind gazdasági migránsok lesznek. A kérdés az, hogy ahhoz, hogy fog Európa hozzáállni, de én egy rövid bevezetőt tartok, és utána önök kérdeznek. Ennyit az amerikai dilemmákról, és jelezni szeretném, hogy az amerikaiak kőkemény orosz ellenes politikáját osztja a Nagy-Británia, a skandinávok, a baltiak, a lengyelek, a románok és részint a bulgárok. Ez egy nagyon fura alaphelyzet. A második megjegyzés, én most nem beszélek arról, hogy amerikai csapatok hogy jönnek ide, hogy állomásoznak, hogy önök kérdeznek, rátérünk. A második globális játékost úgy hívom, hogy Kína. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 20 évek óta átlag évente egyszer kint vagyok Kínában. Fantasztikus a fejlődés, az összes probléma ellenére. Hát egy vagy két maszekélményt hagy mondjak el. Életemben először mentem Kínába, kormányszálláson helyeztek el. Hát arról annyit tudni, hogy a WC-be is ott a lehallgatókészület. Mik a kínai dilemmák? És csak stratégiáról beszélünk. A kínai egyes számú dilemma, hogy mi a célom? Akarok-e globális játékos lenni, vagy akarok-e Dél-Kelet-Ázsia vezetője lenni? A kínai válasz, globális játékos akarok lenni. A második kínai kérdés, hogy tessék mondani, mire van szükségem, háborúra vagy békére? A kínai válasz kőkemény, még néhány évig békére. Zárójel. Csak az elmúlt hónapokban kétszer jött el lakásunkra a japán követ, hogy mondjam el a tévébe, hogy Japán fél, mert Kína fegyverkezik, és Japán nincs abban a helyzetben, hogy ellensúlyozza, ezért újabb amerikai fegyvereket vett, stb. Hihetetlen érdekes. Az én megítélésem szerint az eljövendő időszak fő világpolitikai csatatere a Csendes-óceán térsége lesz Kína környékén. A következő kínai dilemma az, hogy elfogadható-e nekem a szárazföldi határ? A kínai válasz az, hogy 62-ben volt egy háború Indiával, indiai határ kivételével az összes többi szárazföldi határomat elfogadom, de egyetlen tengeri határomat sem fogadok el. Zárójel, a térségbe senki nem fogadja el a tengeri határait, nem csak Kína. Miért? Mert ha én megszerzek egy korall zátonyt, akkor ott kőolaj, földgáz van, és halászat van. Kivéve Kínát, ha megszerez egy zátonyt, oda azonnal haditengerészeti bázist épít. Új helyzetek vannak.
ha még rászánnak pénzt, akkor legyenek szesek megvenni Henry Kissinger Kínáról című könyvét. Ez legalább 3 éve jelent meg magyarul. Egy mondatot lopok. Kissinger leírja, hogy lement Pekingbe tárgyalni Deng Xiaopinggel. És mondja Dengnek, hogy milyen csodálatos dolog Vlagyivosztokba szovjet-amerikai csúcs van. Mire Deng válasza? Vlagyivosztok, ősi kínai város. Nem kell magyarázni, minden benne van egyetlen mondatban. Mi a jelenlegi helyzet? Kína elfogadja a határait, és egy szót nem szól, de Szibériába idézőjelbe önként bemennek a kínaiak, és ma már a zöldséggyümölcs közel 50%-át kínaiak állítják elő. Én, aki egyetemi tanár vagyok, mondhatok olyat, amit egy aktív politikus nyilván nem, a Putyin utáni időszakban egy meggyengült Oroszországtól Kína ezeket a területeket megpróbálja visszaszerezni. Óriási konfliktusok lesznek. Következő. Kínába szentség, hogy a mai szárazföldi határokat nem lehet megkérdőjelezni. Mondom magyarul, Ujgur terület és Tibet. Én Tibetet végigjártam, hát 6-szor voltam Kínába, Tibetbe is voltam. Egyetlen megjegyzés. Tibet alatt van a kínai édesvízkészlet 1/3. Ha önök tudják azt, hogy jelenleg a fegyvernél fontosabb az élelmiszer, a víz, és még néhány dolog, akkor tudják, hogy Kína Tibetről az életben nem fog lemondani, annál kevésbé, mert Tibetben már tibeti kisebbség van, kínaiak teletelepítették. A második kínai szentség, hogy nem lehet bírálni a kínai katonapolitikát, a harmadik, hogy egyesülni akarnak Tajvannal. Hogy mikor, hogy, az egy nyitott kérdés. Rendkívül érdekes, Tajvan úgy hívja magát, hogy kínai köztársaság, Kína úgy hívja magát, hogy kínai népköztársaság. Bő egy évvel ezelőtt voltak a hongkongi diáktüntetések, ha emlékeznek, ahol azt mondta nekem a Budapesten lévő tajvani formailag nagykövet, de gyakorlatilag nem hívhatja így magát, hogy nézzem meg, végigmegy Kínán ez a fölkelés, és mindenütt győz a tajvani típusú nyugati demokrácia. Mire a kínaiak azt mondták, hogy ne hülyeskedjek, hát ha a tajvani diákok egy pontot túlépnek, akkor szétverik őket. Ha kell, szétlövik őket. Ezt is szeretném elmondani. Máshogy fogalmazva, Kína fölfelé megy, mint globális játékos, és az az amerikai cél, hogy létrehozzanak ellene egy dél-kelet-ázsiai szövetséget, az azért nem jön be, mert a dél-kelet-ázsiai országok ugyan nem szeretik Kínát, de gyűlölik Japánt a 20. századi történelme miatt. Az az amerikai stratégia, hogy egyszerre meghirdettem az orosz és Kína ellenséget, az azt jelenti, hogy rövid távon Oroszországot és Kínát egymáshoz lögtem. Erről is lehetne egy előadást tartani. Egy megjegyzés még, Kínánál van a világvaluta tartalék 1/3. Óriási a dilema, hogy mit kezdjenek vele. Vettek aranyat, nem jött be. Vettek dollárt, nem jött be. Most az a kínai stratégia, hogy a yuan, a kínai nemzeti valuta legyen világpénz. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az utolsó globális játékos messze lemaradva Oroszország. Fő bevételi forrása a kőolaj-földgáz. Abban a percben, hogy a kőolaj-földgáz lement, az orosz gazdaság ment lefelé. A katonai beruházásokat ki kellett tolni, a nyugdíjt le kellett csökkenteni, a nyugdíjkorhatárt meg kellett emelni, de Putyin visszafoglalta a Krímet. Ettől kezdve a népszerűségi indexe 80% fölé ment. Egyetlen megjegyzés. Pontosan úgy foglalt el a Krímet, ahogy a nyugat belement abba, hogy 99-ben független legyen Koszovó. Ugyanazokat a lépéseket csinálta, csak orosz szempontból. Még egy megjegyzés. Hogy lehet az, hogy a világ legcsodálatosabb hírszerzés a NATO nem tudott arról, hogy a Krím orosz kézbe kerül. Az oroszok írógéppel írták az üzeneteiket, és futárok vitték. Nem lehetett lehallgatni. Hihetetlen érdekes volt. Meglátjuk, hogy a következő konfliktusra ki hogy készül föl. Zárójel. A nyugatnak egy dolgot el kell döntenie, és utána lassan majd rátérek az arab világra és a migrációra, hogy mit kezdjek az iszlám állammal. Az USA novemberig nem hajlandó szárazföldi erőt oda küldeni, amerikai elnök választás jön. Az Obama azt mondta, hogy ő még elnökség alatt az iszlám államot megszünteti. Én kíváncsi vagyok rá, remélem, hogy sikerül neki, de nem fogadnék rá. Európa nem tudja megoldani egyedül ezt a kérdésem, az oroszok hajlandók szárazföldi erőt oda küldeni. De ha felhasználom az oroszokat, akkor nem tudom meghosszabbítani az embargót. Tehát a nyugatnak most bizonyos stratégiai kérdésekben döntést kell hoznia. Mielőtt rátérnék az arab és a muzulmán világra, én egy-két szót hagyd szóljak Európáról.
Az egyik az, hogy a német újraegyesítés pillanatától Európa vezető hatalma Németország. Nem Franciaország, Nagy-Britannia. Magyarország számára az egyetlen komoly európai stratégiai partnert Berlinnek hívják, nem Párizsnak és nem Londonnak. Én hosszú éveken át német egyetemeken tanítottam, boldogan válaszolok bárkinek bármilyen ide vonatkozó kérdésére. Nagyon szívesen a német ügyekben úgy érzem, hogy viszonylagosan otthon vagyok. A második megjegyzésem az, hogy rengeteget vagyok Németországban, kettő élményt hagy mondjak el. Minden év novemberében van a német katonai felsővezetés kettőnapos tanácskozása. Ez úgy kezdődik, hogy előző este szót kér az amerikai nagykövet, aki elmondja, hogy csodálatos a német-amerikai viszony, zárójel nem igaz, nagyon szeretjük Merkelt, természetesen ez se igaz, és elmondja azt, hogy lépjünk fel a közös ellenség ellen együtt, a közös ellenség Oroszország, Irakba, Iránba, Szíriába, stb. Másnap szót kér a német külügyi államtitkár, és a következőt mondja, csak Oroszországgal lehet a konfliktusokat megoldani, Szíriát, Irakot, Iránt, Ukrajnát, leszerelést. Majd szót kér a német elhárítás főnöke, egy csodálatosan értelmes férfi, úgy hívják, hogy Maaßen, elég gyakran szerepel a német televíziókban, és a Maaßen elmondja azt, hogy a német határokat nem tudjuk ellenőrizni, amíg napi 10 000 emberében nem tudjuk mennyi a terrorista köztük. Németország megtelt, nem tudjuk hány ember ment el Európából harcolni az iszlám állam mellett, mert a törökök mindenkit átengednek. Rendkívül durva volt néhány hónapig Törökország és a nyugat viszonya. Elmondta azt, hogy 4 000 ember van, akiről név szerint tudják, hogy kint harcol az iszlám állam mellett. Német részről ez a szám, tavaly novemberről van szó, 740, 100 már meghalt, 240 visszatért, bármikor hajlandók robbantani. Elmondta azt, hogy első naptól a kiskorokat megpróbálják a szélsőséges iszlamisták, úgy hívjuk, hogy szalafisták beszervezni, és nincs többé biztonság. Tavaly évvégén meghívtak egynapos biztonságpolitikai fórumra Münchenbe, ahol elnököltem is nagy előadást tartottam, a másik nagy előadást a bajor rendőrfőnök tartotta. Csodás volt, azt mondta, hogy egy, Bajorország megtelt, kettő, a migránsok aránya elérte a 35%-ot, három, csak időkérdése, hogy bevessük a hadsereget. Hát nekem érdekes volt, hogy ezt tavaly évvégén egy magyar tábornok mondta volna, akkor óriási világbotrány lett volna. A bajor rendőrfőnök mondta, ebből a világon semmiféle probléma nem volt. Most a muzulmán kérdés. Én szeretném elmondani, hogy az nem igaz, hogy minden idejövő migráns terrorista. Csak az igaz, hogy köztük viszonylag nagy számban vannak terroristák. Első kérdés. Mi az arab világ? Európában úgy tanítjuk, hogy Marokkótól az irak-iráni határig a Shatt el-Arabig, ez az arab világ. Oké. Az USA-ban úgy tanítják, hogy ez plusz Törökország. Én jelezni szeretném, hogy a két fogalmat közelíteni nem tudom. Mi a muzulmán világ? Marokkótól Indonézia keleti partjáig. Óriási a kelet-nyugati kiterjedése, minimális az észak-dél. Következő. Mi az arab világ vezetője? Csak és kizárólag Egyiptom. Ez az egy ország, amiknek van területe, lakossága, és az arab világ tengelyében van. Néhány megjegyzés. A muzulmán testvérek 90 évvel létrejöttük után kerültek hatalomra. Választásokkal. Az egyiptomi közmondás úgy szól, nekem rendkívül tetszik, nem az a lényeg, te kire szavazol, a lényeg az, hogy kiszámolja a szavazatokat. A lényeg az, hogy ők kormányra kerültek, ezzel a hatalommal nem tudtak élni. A hadsereg előre bejelentette, hogy ha nem tudnak a hatalommal élni, átveszik a hatalmat. Koncepció. A muzulmán testvérek kormányzása alatt kaptak 2 milliárd dollár Törökországtól. Egyiptom stratégiai partnere volt a Hamas és Törökország. A katonák színre léptek, a stratégiai partneret Szaúd-Arábia és Izrael, ellenség lett a Hamas és Törökország. Következő. Átvették a hatalmat a katonák, engem másnap reggel behívtak a tévébe szerepelni, és elmondtam, hogy ebben semmi különös nincs, együttbomba a hadsereg mindig jól működött, 52 óta katonák gyakorolják a hatalmat, ez nem Svájc, ez nem Svédország, jó, gyakorolják a hatalmat. Csöng a telefon, egyiptomi nagykövet, azonnal menjek be. Bemegyek. Honnan tudtam, hogy az egyiptomi külügyminisztérium azt kéri, hogy ezt kell mondani? Hát én az egyiptomi külügyel viszonylag ritkán konzultálok, tehát teljesen logikus a helyzet, ebben semmi különös nincs. Elkezdett ölelgetni, jó. Most behívott a következő nagykövet, fülembe súgták, hogy ne mondjam meg, hogy az előzővel is jobban voltam, mert
Jó, mondom, ezt ismerem a világban, tehát azért ez egy nem egyiptomi sajátosság. A lényeg, létezik egy szunita és létezik egy síta világ. A síta világ áll Iránból, Irakból, Szíriából és a Hezbollahból. A szunita világ ennél sokkal nagyobb minden szempontból, a két fél közt élet-halálharc folyik nemrég 1500 éve. Tavaly katonai kiadásban a világon a legnagyobb növekedést 275%-kal Szaúd-Arábia mutatta. Ő Irán ellen fegyverkezik. Néhány koncepció. Mi a török koncepció? A törököknek van egy három lépcsős stratégiája a térségre, és egy három lépcsős stratégiája Európára. Térségi stratégia. Nekem, mint Törökországnak a fő ellenségem a szeparatizmus, mondom magyarul, a kurdok. Miért? Mert a kurdok autonóm területet hoztak létre a török határ közvetlen közelébe Szíria és Irak északi részén. A török aggódalom az, hogyha ebből valaha önálló kurd állam lesz, abban a percben leválasztják a török fővárostól Ankarától keletre és délre lévő területeket, hiszen ott kurd többség van. Zárójel, bármi történik Törökországban, majdnem mindenért a kurdokat teszik felelőssé. Elkezdték őket bombázni egy merénylet után, kiderült, hogy nem ők hajtották végre a merényletet, de hát addigra már bombáztak. A második török cél bármi áron elérni, hogy Szíriába Assad menjen, élve vagy halva, és helyre egy török barát, a hangsúly a török baráton van, szunita kormány kerüljön. A harmadik cél viszonylag rövid ideje, hogy kényszerből fölépek az iszlám állam ellen. Mi a török Európa stratégia lényege? Két dolgot közöltek a törökök az elmúlt időben velünk. Egy, Erdogánnak rendkívül sértő, ha nővel kell tárgyalnia. Ez Merkelre vonatkozott. Kettő, ahány európai vezető odament, azokkal ordítottak, és bejelentették, hogy vegyük tudomásul, hogy Törökország számára Európa nem fontos, de Európának Törökország igen. Ez részint a merkeli stratégia, de ebben a szövegkörnyezetben ez egyszerűen nem igaz. A törökök három lépcső stratégiát hirdettek meg Európa felé. Az egyik az, hogy amiért a migránsokat visszafogadom, pénzt kérek. 3 milliárd euróról indultunk, az összeg fölment 10-től 20-ra. Most Európa azt mondja, hogy odaadom a 3 milliárdot, ha megcsinálják, ami a szerződésben benne van, és ha kell, adunk újabb 3 milliárdot. A török válasz az oké, de ne kelljen a pénzzel elszámolni. A második török lépés az, hogy kérjük a vízummentességet. Az európai válasz az volt, hogy oké, kezdjük a tárgyalásokat. A törökök azt mondták, nem. 6-30-ig törölj el Európa a vízumkényszert. Lehetetlen. Egy, technikailag. Kettő, nem áll rá Európa. Három, semmi szükségünk nincs kb. 80 millió törökre, aki bejön Európába. Egy, kettő, a törökökkel jönnek a kurdok, az európai nagyvárosokon megvesznek a török-kurd összecsapások. Három, rengeteg ember fog jönni hamis török útlevéllel. A harmadik török cél, vegyük fel őket az Európai Unióba. Itt meg kell állni. Azt kérték a törökök, hogy 5 fejezetet nyisson meg Európa. Európa megnyitott egyet. Mit mond Európa, hogy nem veszlek föl, hiszen területet 3%-a van Európában. Mit mondanak a törökök? Oké, okay, de akkor tessék mondani, miért veszik föl Grúziát, és miért vették föl a tőlem délkeletre lévő Ciprust. Mielőtt kiabítanak, görög Ciprusról van szó, tehát nem Ciprus egészéről. A valóságban rendkívül vegyes a török-európai viszony. A német elképzelés az, hogy a törökök nélkül nem lehet a válságot megoldani, én egy picit máshogy látom. A jelenlegi helyzetben a balkáni útvonal zárult. Néhány szó ebben az összefüggésben Magyarországról. Megnézem, mennyit használtam el. Jó. Van még időm? Köszönöm. Akkor egy 5-8 percet kérek, aztán önökért szó. Egy. Én 9 nappal előbb tévében mondtam, hogy kerítést kell építeni, mint a magyar kormány. Cserébe, hát néhány újság kulturáltan fogalmazva megpróbált ledarálni. 9 kilót fogytam, az összes haverom azt mondta, hogy a sajtótámadást én szerveztem meg magam ellen, mert egyébként az életben nem fogytam volna. Hagyjuk. A második megjegyzésem az, hogy Magyarország 5.-nek építette meg a kerítést Európába. Az első 4-et senki nem támadta, minket igen. A harmadik az, hogy Orbán Viktor bárhol bármit mondott, Európa elítélte, majd pár héttel később megcsinálta. A következő az, hogy amikor Magyarország bejelentette, hogy nem fogadunk be migránsokat, és határzárat építettünk, erre majd mondok egy-két mondatot,
egyedül volt. Pár héttel később visegrádi négyek, pár héttel később románok finnek, jelenleg az Európai Unió 28 államából 20 a magyar álláspontot támogatja. Pont. Magyarország. Hát amikor jöttek a migránsok nagy számba, akkor föl kellett építeni a magyar déli határon előbb a magyar-szerb, majd a magyar-horvát kerítést. Néhány megjegyzés. Soha 100%-os megoldás nincs. Ahol kerítést építenek, ott a migránsok száma általában 6-7-eddel csökken. Magyarországon ez kezdetben nulla volt, most néhányan jönnek be, ezt a társág ismeri. Következő. A horvátok közölték, hogy ők soha nem fognak kerítést építeni, és fölkészültek a migránsok fogadására. Egy nap alatt a horvát rendszer összeomlott. Ausztria. Közölte, hogy Magyarország fasiszta, majd néhány héttel később ugyanazt a kerítést felépítette, mint mi, csak szárnyas kapunak hívták. Nem akarok belemenni, az osztrák külügyminiszter nemzetközi konferenciákon megjegyzéseket tett az osztrák kancellár Faymann szellemi állapotára. Én ezt nem akarom elismételni, a lényeg az, hogy az osztrákok ma pontosan azt az utat járják, amit mi csináltunk. Bejelentették, hogy 37.500 ember jöhet be évente, az 501. nem. Miután magyar javaslatra lezárult Görögország északi határa, ez a macedón és a bolgár határ, a migráns áradata töredékére ment vissza. Néhány megjegyzés. Egy. Az embercsempészek jelenleg kb. Évi 15 milliárd eurót keresnek kábítószercsempészésen, és ugyanennyit keresnek embercsempészésen. Köszönöm szépen. Azt mondták nemrég, hogy nekik mindegy, hogy mit csomagolnak, embert vagy kábítószert, de erről a pénzről lemondani nem hajlandók. Én erről is nagyon szívesen elmondom, mama szekvéreményem. Jelenleg ott tartunk, hogy Törökországból hajókkal viszik a migránsokat Olaszországba. Ha az olaszok nem tudnak védekezni, akkor nem tudom, miért tartják a haditengerészetet. Én most csak pontokat mondanék. Tehát az egyik útvonal többé-kevésbé zárul, de ez sem egyszerű. A második útvonal Fekete-Afrikából indul, Líbián keresztül bemennek egy pici olasz szigetre, úgy hívják, hogy Lampedusa, és ettől kezdve ebben vannak az Európai Unió területén. Zárójel. Kadáfira el lehet rengeteg rosszat mondani. Én olvastam a zöld könyvét, elképesztő. Egy értelmesebb középiskolás ennél jobbat ír. De Kadáfinak volt egy mondata, hogy ha őt megölik, az ország szétesik, ebbe igaza volt, és nem lesz ember, aki a migránsokat föltartóztatja. Ez is igaz. Kadáfinak azért kellett meghalnia, mert volt olyan ostoba, hogy bejelentette, hogy ő fizette Sarkozy kampányát. Ezzel aláírta a halálos ítéletét. Én azt mondtam, ha igaz, megölik, ha nem igaz, megölik, ráadásul igazat mondott, tehát persze, hogy megölték. Jelenleg szemben áll egymással a két nagyváros, Bengázi, Tripoli, a tengerpart, a szárazföld, stb. Papíron két napja újra csak egy kormány van, a valóság más. Körülbelül 250 km partszakaszt az iszlám állam ellenőriz. Ez is érdekes. Iszlám állam utána merényletek, és tényleg kész. Iszlám állam. Mi az, amit nekem az iszlám államról tudni kell? Egy. Az iszlám állam szembe az Al-Qaidával létrehozott egy országot, amit kalifátusnak hív. Mindig elmondjuk, hogy a muzulmán világ döntő része ezzel ellen van. Az egy picit pontosítsuk, ez nem ilyen egyszerű. Az elmúlt 20 évben a muzulmán világ a globalizált világ vesztese. A muzulmán világból viszonylagos pozíciói vannak Szaúd-Arábiának, Egyiptomnak, és lehetne sorolni, de Szaúd-Arábia pozíciói is visszaestek. A szaudi egyetemisták 25%-a az egyetem elvégzése után azonnal nyugatra megy dolgozni. Második megjegyzés. Az egyel korábbi párizsi merénylet után a Nagy-Britániában élő muzulmánok több mint 80%-a azt mondta, hogy egyetért a párizsi merénylettel. Tehát hagyjuk azt, hogy csak szélsőségesek támogatják az iszlám államot, nem igaz. A következő megjegyzésem az, hogy ezt az iszlám államot csak légierővel nem lehet szétverni. Légierővel még soha nem nyertek háborút. Pénz. Rengeteg pénzük van. Kevesebb, mint volt. Katár, Szaúd-Arábia ontja oda a pénzt, mert eredetileg az volt az elképzelés, hogy az iszlám állam katonai akciókat hagy végre Irán ellen. Tovább ment, már nem Irán az ellensége. Óriási amerikai nyomás jött, hogy Katár és Szaúd-Arábia ne adjon pénzt, nem ad pénzt, ugyanaz a pénz oda megy idézőjelben magánszemélyektől, és mint Katár, mint Szaúd-Arábia azt mondja, hogy náluk demokrácia van, hát nem tehetnek róla, hogy emberek pénzt utalnak. Na ebből megint egy kuk nem igaz. Iszlám állam. Az iszlám állam elvesztette területe 40%-át. Igen,
de óriási területeket szerzett meg Fekete-Afrikába. Mi az iszlám állam stratégiai célja? Egy, a muzulmán világban kalifátusokat kell létrehozni. Erre én mindig elmondom, hogy nekem ez Magyarországról egy baromság. Onnan nézve nem az. A második céljuk, hogy a világon meglévő terrorszervezeteket, mint Al-Nusra Front, Boko Haram, stb. Maguk alá rendelni. Megtörtént. A harmadik cél, hogy ne legyen olyan ország a világon, ahol adott esetben a parancsomra nem robbantanak. Ez is megtörtént. Tehát nem fehér-fekete ez a játszma, csak ennyit szeretnék nagyon röviden mondani. Nagyon komoly bevételük van embercsempészésből, emberrablásból, szervkereskedelemből, kábítószerből, régiségből. Lehet, hogy amit mondok, nem szimpatikus. Első osztályú régiséget a világon mindig el lehet adni. Egy komolyabb gyűjtőt nem érdekel, hogy az rablót-e vagy sem, a rablót olcsóban veszi meg, és félreteszi addig, amíg a jogszabályok lehetővé nem teszik, hogy elővegye. Tehát nem egyszerű játék. Árulja a kőolaj földgázt a világpiaci ártöredékért. Ki vesz tőle kőolajat? Mindenki. Tehát ezt is szeretném elmondani. Nem egyszerű az iszlám állam kérdése. Még egy megjegyzés, aztán tényleg Európa is vége. A migránsok jelenleg 4 helyre törekednek a Földön. Az egyik Ausztrália. Az ausztrál kormány azt javasolta Európának, hogy csináljuk azt, amit ők haditengerészettel körbeveszik Ausztráliát. Jön a migránsokat szállító hajó, megállítják. Adnak neki vizet, élelmiszert, üzemanyagot és pénzt a kapitánynak, hogy vigye át a migránsokat Indonéziába. Ausztráliába kijelöltek egy szigetet a migránsoknak, az lakhatatlan, ember nincs ott. A második célterület az USA. Mi a szépséghiba? Kanada védi. 2500 km fal van a mexikói határon és tűzparancs, és 2 óceán védi. Az megy be, akit az USA akar. A harmadik célterület a gazdag arab országok. Én pár nappal ezelőtt jöttem haza, kint voltam 9 napot, 4 országot jártam végig. Dubai. A lakók száma 8 millió, ebből Dubai 800 ezer. Baromi jól élnek trükkökkel. Ilyen trükk, hogy pénz nincs, a bevétel 5%-a kőolaj, tehát kitalálok valamit. Azt mondtam, hogy nekik kéne a közgázon tanítani, nem nekem. Kitalálták azt, hogy megszerezték a Forma 1 rendezési jogát. Oké. Okay. De nem akarnak rendezni, átadták Abu Dhabinak 40 milliárd dollárért. Azt mondtam, le a kalappal. Abu Dhabi, szuper gazdag, de olyan ingatlan árak vannak, hogy ezt lehetetlen kifizetni. Ezért aki vesz egy lakást, az kap mellé egy Lamborghinit. Nem rossz kocsi. Vissza, Dubaj. Állampolgár, külföldi, soha nem lehet. Dubaj, Abu Dhabi. Elkezdtek Európába területeket venni, mert amikor el fog fogyni a kőolaj és az édesvíz, a helyi lakosok át akarnak települni Európába. Még egy megjegyzés, Omán. A leggazdagabb, rengeteg a kőolaj, földgáz. Úgy lehet valaki állampolgár, hogy ománival házasodik, ehhez engedély kell, hogy elvessen egy külföldit, és 3 dolognak kell megfelelni. 15 éve ott él, jól beszél, ír, olvas arabul, és áttért a muzulmán hitre. Na most tessék belegondolni, ha én Európában, mint mondjuk belga vagy dán, vagy bármilyen kormány azt csinálnám, hogy öreg, akkor lehetsz európai, belga, egyéb állampolgár, ha 15 éve itt vagy, baromi jól beszéled a flamand, vagy dán, vagy akármelyik nyelvet, és átértél a keresztény hitre. Óriási botrány lenne belőle, csak jelzem. Tehát 4 célterületből, ahova a migránsok törekednek, 3 képes védekezni, a negyedik nem. Utolsó megjegyzés. A második világháború vége óta ezen a földön sajnos békés nap nem volt. Ahogy elnézem a jövőt, belátható időn belül nem is lesz. Tavaly 2 ember meghalt, akiket én nagyon szerettem. Az egyik Egon Bár volt, a német biztonságpolitika talán legnagyobb alakja, aki mindig azt mondta, hogy a biztonság a múltban abszolút, a jelenben relatív és a jövőbe kiszámíthatatlan. A másik Helmut Schmidt, akiről nem akarok beszélni, ha kérdés lesz, nagyon szívesen minden könyv, amit valaha írt nekem otthon megvan, én nagyon-nagyon szerettem és tiszteltem őt. Tehát én azzal fejezném be az előadást, és elhasználtam a időmnél egy picivel többet, amire elnézést kérek, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, bármilyen kérdésre válaszolok, ha tudok. A világ nem lett biztonságosabb, a magyar politikát az idő igazolta, és még annyit, hogy jelenleg Európában, Párizs és Brüsszel után, és én ezeket nem elemeztem, ha kérdeznek, elemzem, egyértelművé vált, hogy a titkosszolgálatok nemzeti jelleggel fognak működni, senki nem hajlandó a létfontosságú információit átadni bármely más szövetséges országnak. Utolsó,
Párizs után és Brüsszel után Obama tartott egy gyönyörű beszédet, javítsuk az USA-Európa közti kapcsolatokat, nem következett be, Európával pedig legyen több és jobb az információcsere. Ez a legjobb mondat, ez körülbelül olyan, hogy szeressük egymást, ez se következett be. Minden merénylet után összeül az Európai Unió 28 államának belügy- és igazságügyminiszterei, és gyönyörű határozatok után nem történik semmi. Ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok, ha lesz. Köszönöm szépen. Kinek, oké, köszönöm. Jó. Kinek van kérdése? Bárki, bármit. Köszönöm a szót. Orbán Viktor március 10-én elkezdett valamiről beszélni. Azt hittem, hogy már döntő is hallunk erről valamit. Mert róla beszélni az Egyesült Európai Államokról, és hogy tulajdonképpen az egész a Facebook forradalmak Észak-Afrikába és egyebek megágyazott ennek, hogy az európai ellenállást kinullázzák, és az Egyesült Államok hegemóniája teljesen átvegye Európát. Gyorsan válaszolok. Én még kb. 50 dolgot felsorolok, amiről nem beszéltem. Nem beszéltem Közép-Dél-Amerikáról, az USA-Kuba stratégiájáról, Afrikáról, stb. Egyszerűen fél bele. Válaszolok az ön kérdésére. Európai Egyesült Államok. Európa stratégiai jövőképe kettő kép. Az egyik a német kép, amit Jóska Fischer fogalmazott meg, amikor azt mondta, hogy négy lépcsős Európa kell. Gemeinde, faluváros, Land, tartomány, Bund, ország és Egyesült Európa. Ez azt jelenti, hogy döntés Brüsszelbe születik, én, mint Prága, Stockholm, Budapest végrehajtom. A másik kép, a francia kép, amelyik azt mondja, hogy nemzetek Európája van. Jelenleg egy Egyesült Államoknak, Egyesült Európának a legkisebb létjogosultsága sincs a mai helyzetben. Tehát jelenleg a nemzetek Európája dominál, és az európai államok nem hajlandók a kompetenciákból Brüsszelnek feladni. Elnézést, én hihetetlen érdeklődéssel vártam a holland népszavazást. A holland népszavazás papíron arról szólt, hogy az ukránokat fölvegyük az Európai Unióba. A valóságban miről szólt? Legyen-e több Európa? A holland válasz az volt, hogy ne legyen. Holott Hollandia az Európai Unió egyik nagy nyertese, a holland gazdaság jól működik, stb. Tehát a válaszom az, hogy jelenleg egy egységes Európa, ami alatt egy hasonlót értek, mint az USA alatt, lehetetlen. Ezt kihasználja mindenki. Egy egységes, erős Európa nem jó az oroszoknak, a kínaiaknak, az amerikaiaknak. Az amerikaiak egy 28 országra osztott Európával sokkal könnyebben élnek el bármit, mint egy egységessel. Az oroszok is. Mi a probléma? Hogy jelenleg egységes, sikeres Európa még papíron sem létezik. Ez a válaszom. Orbán Viktor beszéde pedig jó volt. Pont. Kérdés. Bárki. Bármiről. Kérdésem rövid lesz. A válasz is. Az lenne a kérdésem, hogy ugye az egész világot megrázta a párizsi és a brüsszeli terrortámadás. Egy pillanatra hagyáljak meg. Nem, ne haragudjon. Én megszoktam, hogy az igazat mondom. Tessék szesteni azt megérteni, hogy naponta merényletek tömege van Irakba, Pakisztánba, Szíriába, a kutyát nem érdekli. Abban a percben, ha Európában van egy terror mellélet, az egy hétig első helyen áll. Az nap, amikor merénylet volt, például Brüsszelbe, sokkal többen haltak meg Irakba, senkit nem érdekel. A párizsi merénylet óráiba zuhant le az orosz repülő, ott volt egy fél órás, olyan, hogy sajnáljuk. Párizs után összeálltak Európa vezetői, és kéz a kézbe végigmentek a párizsi fővároson, örjöntek a titkos szolgálatok, hogy bárkit le lehetett volna lőni. Brüsszel után részvédtáviratok mentek. Még egy, szeptember 11, kettő megjegyzés, és bocsánat, hogy közbeszóltam. Az USA szeptember 11 után a biztonságot választotta, Európa a szabadságjogokat. Most vált. Tehát azért annyit látni kell, hogy a merényletek döntő-döntő része nem Európában van. Európát az érdekli, ami itt történik. Ami Törökországban, vagy bárhol másút, az belefér az ingerküszöbbe. Máshogy fogalmazva, kellőképpen elvtelenek vagyunk. Bocsánat, kérek. Akkor egy kicsit helyesbítek. Tehát minket, európaiokat, minket, magyarokat megrázott. Ezt én gondolom, hogy elég sokan vagyunk így. És a kérdésem pedig az lenne, hogy a jelen politikai helyzetben, tehát most, amikor ugye tudjuk, hogy elég sok olyan dolog van, ami még nem tudunk előre, mi fog történni. Jelen politikai helyzetben várható valami hasonló támadás, és nekünk, magyaroknak van a férnivaló. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, gyors válaszom. Egy,
4 olyan ország van az Európai Unióban, ahol rendkívül komoly a migránsok aránya. Franciaország 10-12%, Nagy-Britannia volt gyarmatokról, Németország 4 millió török, Belgium. Megjegyzés, és utána válaszolok. Mit mond Merkel, hogy amióta ő a kancellár, végrehajtott 3 sikeres integrációt? Integrálta a törököket. Tényszerűen nem igaz. Merkel azt mondja, hogy azt várom el a törököktől, hogy tudjanak németül, nem tudnak, adózzanak, erre ne térjünk ki, és tartsák be a német jogszabályokat. Hát mert egy részüknek több felesége van, ezért a német jogszabályok betartása enyhén szólva nem megy. Második, integrálta kancellársága alatt a Szovjetunióból bejött németeket. Egy, döntő részük nem német, kettő, pár hete pedzegetik, hogy ezek jelentős részét a orosz titkosszolgálat küldte. Három, integrálta az NDK-t. Hát ez egy szörnyű, nehéz dolog, mert a 17 millió kelet-német a német egység után 25 évvel sem érzi úgy, hogy egyenrangú állampolgár lenne. Tehát ez a megjegyzésem. Tehát máshogy fogalmazva, ez egy szörnyű, nehéz dilemma, hogy az integráció hogy sikerült nyugaton, hogy ment végbe, stb. Következő, Belgium. Hát a magyar kormány bekérte 4 európai országtól a bűnözési adatokat. Mind a 4-től megkaptuk azzal, hogy nem nagyon hozzuk nyilvánosságra, mert ez kínos. Belgiumban a börtönben lévők 50-70%-a muzulmán. Még egyszer, nem azt mondtam, hogy minden muzulmán bűnöző. A börtönben lévők 62%-a a muzulmánok közül, bocsánatot kérek, 52%-a olyan, aki most jött be illegálisan. Következő. Ugyanez az arány Franciaországban. Mi a belga tapasztalat? A belgák azt mondták, hogy addig nem mennek el házkutatásra, nem csinálnak semmit, amíg Belgiumban nincs robbantás. Addig hagyják, hogy 1000 főre kivetítve a legtöbb ember Belgiumból menjen ki az iszlám állam oldalán harcolni, addig hagyják a kábítószerkereskedelmet, stb. Szinte minden európai ország most terjeszti elő az új biztonsági elképzeléseit. Hát Belgiumban olyan volt, hogy estétől reggelig nem lehet terroristát zavarni, hagyj aludjon nyugodtan. Na most az ember agya megáll ilyenre. Svédország, nemrég jöttem haza, 55 úgynevezett no-go zóna van. Elképesztő az állapot, tele van fiatal afgánokkal, fiúkkal, akiket rendszeresen a szállásokon megerőszakolnak. Nagyon érdekes volt a 168 óra online kiadásába a Bolgár György írt egy cikket, hogy én hülyeségeket beszélek, nem létezik no-go zóna Svédországban, és egyébként is hogy lehet ilyet mondani, hát nem veszik külön a migránsok dolgait. Hát én nem olvastam a cikket, de elküldték, ez egy ilyen 4 sor, hogy Nógrádi György azt mondta, ezzel szembe tény. A svédországi magyarok küldtek választ, hogy felsorolták az 53 mai működő zónát, a svéd belügyminisztérium állásfoglalásait. Én elküldtem a 168 órának, és mondtam, hogyha Bolgár György úr akarja, akkor én még a egyéb címeket is megadom, hogy utána tudjon nézni, de itt nyilván nem szakmai vitáról, hanem sokkal másról van szó. Tehát az első kérdésre, vagy a kérdés első felére a válaszom az, hogy az Európai Unióban a terrorfenyegetettség megvan. Magyarország esetében azért annyit látni kell, hogy Magyarországon komolyabb fenyegetettség eddig nem volt. A magyar rendőrség, a magyar politika, a magyar titkosszolgálatok eddig jók voltak. Minimális a valószínűsége, hogy bármi történik. Ezzel együtt minden hülye fenyegetettséget komolyan kell venni, mert nem lehet elmenni fölötte. Én, mint magánember, örjöngtem, amikor egy lengyel lap leírta, hogy a CIA-től való információ szerint egyidejű merénylet lesz Berlinbe, Varsóba, Pesten. Mindenki elkezdte elemezni, hogy milyen olyan nagy esemény lesz, ami egyszerre lesz a három városba. Engem jó pár cég első embere fölhívott, hogy hogy tud védekezni, stb. Én a következőt mondtam, bocsánatot kérek, hát ma már szövetségesek vagyunk. A washingtoni magyar nagykövetségen kim vannak a titkosszolgálatok emberei, már nem úgy, hogy a szocializmusban, hogy sajtóatas, hanem úgy, hogy ő X szolgálatot képvisel. Naponta kapunk információkat a CIA-től. Kiderült, hogy az információ nem igaz. Ezzel együtt bármikor, bárhol, bármi történhet. Hál' Isten, Magyarországon a valószínűsége minimális. Én az iszlám állam valamelyik főnöke vagyok. Hol akarok robbantani? Bocsánatot kérek. Párizsba vagy Magyarországon? Melyik az, ami le fog jönni a CNN-en? Párizs. Kérdés. Bárkinek bármi. Én köszönöm szépen. Itt egy úr. Igyekszem én is rövid lenni, és kicsit hosszabb válasz lesz, az nem baj. Ezzel a migráns kérdéssel én mindig azt foglalkozott, hogy mi a cél. Tehát ezt valakik megtervezték. Tehát a mai világban, ahogy látom, a titkosszolgálatok működnek,
ahogy a különböző nemzeti szervezetek működnek, az arab tavaszt is megszervezték, Szíria egy tökéletes hely, liberálisabb volt, a lakosság képzettebb volt, műveltebb, nem Egyiptomból indultak meg, Szíriát költöztetik át Németországba, és hát mindig jönnek a magyarázatok, hogy azért szegény háborús menekültek, amikor kiderül, hogy annyira nem háborús menekültek, meg amikor béke van, nem költöztetjük őket vissza. Tehát ez egy megkomponált cél. Mi ebbe Németország szerepe, és én azt látom, hogy Magyarországnak és Orbán Viktornak is van egy szerepe, kiosztott szerepek vannak, és ezek a vezetők, ezek a szolgálatok azért egymással beszélnek, mindenkinek megvan a maga szerepe. És a kvótás dolog is, ez egy tökéletes német kvóta, hogy bejön egy atomfizikus és egy kecskepásztor az Európai Unióba. Kecskepásztor megtartja Németország. Megtartja Németország, és az atomfizikus pedig küldi Krajovába, vagy küldi Debrecenbe. Én azt gondolom, hogy ez rendesen megtervezett, megkomponált dolog. Lehet, hogy nem teljesen úgy működik, de hogy a szolgálatokat látom, hogy itt van egy végső cél, egy bizonyos körnek egy célja ezzel, és próbálják megcsinálni. Vagy Magyarország beleköpött a levesbe, és Orbán Viktor, vagy ő is egy szerepet játszik ebbe a történetbe. Magyarország beleköpött a levesbe, egyébként a kérdéssel egyetértek és válaszolok. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy a szíriai polgárháborúnál az első Assad elleni tüntetésre egyetlen ember sem ment el. Soha nem beszélünk róla. Kettő. Mi a szíriai alaphelyzet? A síták gyakorolják ott a hatalmat. Mielőtt valaki kijavít, a levitáknak hívják őket. Ez a lakosság durván 8-10%-a. Miért fogadja el őket a szunita többség? Mert hagyják őket élni. Jelenleg Szíriában több mint 100 erőjűja harcát, de ebből kettő számít, az iszlám állam és Assad. Mit csinál Assad? Kiírja a választásokat, megnyeri, gyűlölik az iszlám államot. Igen, de van 100 demokratikus szervezet, van, amiknek 3 tagja van. Most ettől kezdve előbb a koncepció, aztán a választ. Első megjegyzés. Én hosszú évek óta azt mondom, hogy a szíriai helyzetnek egy megoldása van, leülnek az oroszok és amerikaiak és megállapodnak. Mind a kettő a saját szövetségi rendszerét kézbe tartja. Senkit nem érdekel, hogy mi az igazság. Ez a föld mindig úgy működött, hogy érdekszférák voltak. Ezt egy politikus soha nem mondhatja ki. Máshogy fogalmazva, most úgy néz ki, hogy a Kerry és a Lavrov megállapodott. Semmit nem hoztak nyilvánosságra, de az Assad jelenleg maradt. Mi a probléma? Ha én, mint Nyugat megállapodok, és Assad marad, akkor az általam támogatott csapatok elvesznek. Én nem tudom, mennyire figyelték az elmúlt 24-48 óra híreit, ahol Szaúd-Arábia bejelentette, hogy kivonul Libanonból. Holott eddig odaadott 3-4 milliárd dollárt. Mit mond? Hogy Libanon mostantól iráni érdekszféra lett. Ez megint féligazság, tehát nem érdemes teljesen átélni, de kifejezi a lényeget. Bocsi. Mi a szíriai helyzet lényege? Itt élt valaha 20-tól 22 millió ember. Mennyi halt meg? Nem tudjuk. 250 ezer plusz kérdőjel. Mennyi ment külföldre? Nem tudjuk. 4-5 millió ember. Ebből 2-3 millió ment Törökországba. 1 millió bement Libanonba, ettől kezdve, ahogy helyzet kaotikus, erre mindjárt mondok valamit, de Libanonba bement 2 millió palesztin is. 730-780 ezer szír bement Jordániába. Ettől kezdve Jordániába a királyt bármikor el lehet zavarni, és 130-180 millió bement Egyiptomba, de ők onnan át akarnak jönni Európába. Ez az egyik alaphelyzet. A másik alaphelyzet az, hogy mi a német logika. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Meg tudná-e valaki mondani, hogy melyik a világ legöregebb országa, átlag életkor, nem a várható élettartam, átlag életkor, melyik a világ legöregebb országa? Németország a második. Japán, köszönöm szépen. Japán az első, és Németország a második. Mi a német logika? Nekem képzett munkaerő kell. Oké. Mit tett közzé körülbelül 2 hete a Német Gazdasági Kutatóintézet Kölnbe? A bejövő migránsok 55%-a, az a korcsoport, amelyik dolgozhatna, nem hajlandó dolgozni. Na most ettől kezdve igazán érdekes a kérdés. Merkel. Mi a merkeli logika? A merkeli logika rendkívül egyszerű, nincs felső határ, és aki szír, az jöhet. Igen, de szembe került a német társadalommal. Elnézést. 3 tartományi választás volt most az elmúlt 3 hétben.
A volt NDK területén Sachsen-Anhaltban 24%-ot kapott az új párt az Alternatíva Németországért. A két másik tartományban, Baden-Württembergben és Rajnafalcban jóval 10% fölött. A CDU-SPD, amelyik jelenleg kormányt alakít Berlinbe, sehol nem kapta meg a szavazatok többségét. A CDU mind a három tartományban vesztett. Az SPD a háromból két tartományban több mint 10%-ot vesztett. Tehát a lakosság fordult, a politika nem. Tőlem mindig megkérdezik, hogy Merkel igaz-e, hogy orosz kém, igaz-e, hogy zsidó, igaz-e, hogy a CIA-tól kapja a fizetését. Rengeteg ilyen levelet kapok. Én szerintem a nő a lelkiismeretét követi. Ez ezen a szinten tarthatatlan. Elnézést. Amit a pápa mond, az a pápa szájából oké. A német államfő, aki szintén NDK-s és lelkész a Gauk, azt mondta, hogy szemben áll egymással a szívem és az agyam, és nekem az agyamra kell hallgatni. És én ezzel egyetértek. És egy megjegyzésem hagy le, aztán elmondom a maszek élményem. Én azon gondolkodom hetek óta, megbukik Merkel, zárójel, nem könnyű megbukni, mert a német törvények szerint csak konstruktív bizalmatlanságban úgy válthatok le egy kancellárt, ha abba persze, mert megválasztom az újat. Megbukik Merkel. Mit mondok a magyar televízióval? Németország első kancellárját úgy hívták, segítsen valaki, dr. Konrad Adenauer. 49-63. Belebukik, hogy nem tud kijönni Kennedyvel, és hogy a védelmi minisztere egy fiatal srác, úgy hívják, hogy Franz Josef Strauss, hadsereggel szétveri éjjel a Spiegel székházát. A második német kancellárt professzor dr. Ludwig Erhard 63-66 nem tud kijönni a franciákkal és amerikaiakkal, három év után megbukik. Jön az első német nagy koalíció, Kurt Georg Kiesinger, belebukik a csehszlovák válságba. Jön Willy Brandt, béke Nobel-díj, belebukik, hogy a személy titkára az NDK hírszerzés tisztje, és ő hozza neki a nőket. Én mindig elmondom, hogy 60 fölött ez nem egy olyan rossz cselekedet, de a szokás az volt, hogy a csaj felszáll a vasútra, a vasút megy, a következő állomáson leszáll. Óriási volt a botrány, Brandt belebukik. Nem mondom el, hogy én a doktorimat Brandból írtam, és kb. 3 nappal előbb lemondott Brandt, örjöntem. Utána jön a legtehetségesebb német kancellár Helmut Schmidt, aki belebukik, hogy a szövetségese a Hans-Dietrich Genscher hátba támadja. Jön Kohl, megbuktatják, nagyon csúnyán bukik Kohl. Aki megbuktatja, az egy kislány, akit ő hozott át az NDK-ból, úgy hívják, hogy Angela Merkel. Köszönöm. Bármire tudnék mondani dolgokat, ha rászánnak pénzt, és egy hét múlva jön ki a Kohl legújabb könyve, ahol a magyar miniszterelnök írja az előszót. Mi adjuk ki. De körülbelül egy évvel ezelőtt megjelent Kohltól egy csodálatos könyv, a berlini fal leomlásától a német újraegyesítésig. Csodálatos. Ha valakit érdekel ez a korszak, vegye meg, tényleg jó. Kohl után jön egy szintelen szaktalan Schröder, majd jön Merkel, az első nő, az első NDK-s, az első a természettudományok területéről, és bukik. Egyetlen német kancellár nem tudott emelt fővel visszavonulni. Ez egyébként szörnyű. A Schmidt volt az, aki így letett mindent és elvonult a politikától, ezért pár év múlva szakértőként szerepelt. Senki más. Szíria. Hát én fiatal kölyökként, mint az egész generációm baromi szegény voltam, és én elhatároztam, hogy szeretnék világot látni, stb. Ezért 73-ban elindultam a vitvetélkedőn. Országos első lettem, így mentem ki a berlini vitre, majd egyel később újra országos első lettem a tévébe, így mentem ki Havannába, fiatal kölyökén. Igen, de az utolsó forduló előtt a könyvemben ezt leírom a tévébe, már első voltam, amikor kiderült, és ez volt a sok hatás, hogy élőadásba táncolnom kell egy táncos nővel. Na most a hölgy élőadásba otthagyott, egy ország rajtam röhögött, Trabanton volt, rendőr este elkapott, azt mondja, maga az maga mehet magán, édesanyám akkor át röhögött, tehát ez egy élmény volt. A berlini vitten együtt mentünk hajókázni 73-at írok a libanoniakkal. Nem tudom, tudja, valaki Libanont úgy hívták, hogy a közel-kelet Svájca. Elképesztően gazdagok voltak, ápoltak, fiatalok, csinosak gazdagok. 2 évvel később indul a libanoni polgárháború, és mindmáig tart. Az országot szétverték. Pont. Ennyit erről. Köszönöm szépen a kérdést. Kinek van kérdése? Bármi? Tiszteltem, Hegyi György vagyok. Beszélt keleti oldalon Kínáról, Oroszországról, és ott egy amerikai tengerről. Nem említette Koreát.
akiről most elég sokat hallunk a híradóban. Erről egy pár szót esetleg. Villámgyorsan vázlatot mondok, ha érdekli, rákérdez. Egy. A CIA igazgatója nyugdíjba ment és írt egy könyvet, hogy fog kitörni a harmadik világháború. Azt mondta, hogy két helyen, Irán-Izrael, vagy Észak- és Dél-Korea közt. Kettő. Én Koreát bejártam, általában háborús térségekben mindig úgy érzem, hogy el kell menni, mert anélkül nem lehet róla úgy beszélni, hogy olvasom. Végigjártam Koszovót, végigjártam Krajnát, végigjártam Afganisztánt, tehát elég sok háborús térséget. A koreai helyzet ma reménytelen, de zárójelbe jegyzem meg, hogy egy évvel a német újraegyesítés előtt ember nem gondolt, hogy az következik be, ami bekövetkezett. Észak-Korea megépítette a világ legnagyobb víztározóját a dél-koreai határa, ha bármi van, elönti vízzel. Három. A koreai kérdésben 6 ország tárgyal, vázlatot mondok, Észak-Korea. Abból indult ki, hogy minél rosszabb, annál jobb. Abból indult ki, hogy volt egyszer egy Frigyes Vilmos, aki azt mondta, hogy minden országnak van egy hadserege, kivéve ő Poroszországot mondta, én mondom Észak-Koreát, ahol a hadseregnek van egy állama. Dél-Korea az úgynevezett napsugár diplomáciát folytatja, ami azt mondja, ha nem fegyverkezel, adok neked ingyen pénzt, kőolajat, földgázt, élelmiszert. Oroszország, a térségben számottevő katonai ereje nincs. Japán bejelentette, hogy ha Észak-Koreának lesz balisztikus rakétája, másnapra lesz japán atombomba. És két fő játékos van a térségben, Kína és az USA. Az USA 42 ezer embert állomásoztatott légierő Dél-Koreába, ezt a számot levitte 28 ezerre, de a térség tele van amerikai bázisokkal, Japántól kezdve végig lehet menni. Az amerikai elképzelés az, hogy csináljunk egy egységes Koreát. Ugyanezt mondja Kína. Csak mit mond Kína? Nem jött be a dollárdiplomácia, nem jött be a Pentagon, nem jött be a CIA, jöjjön létre egy egységes semleges Korea. Valóságban senki nem akar egységes Koreát, mert ez egy elég komoly középhatalom lenne. Kína. Nem kell az olcsó munkaerő Észak-Koreából, mert felhasználhatatlan. Kettő, ha nagy gáz van, mivel a koreai rakétaközpontok és atomközpontok a kínai határ közvetlen közelében vannak, bemegyek és megszállom. Itt tartunk jelenleg, tehát folyik a háttéralkú Kína és az Egyesült Államok között. Észak-koreai mai vezetések megmondhatatlan. Zárójel. A titkosszolgálatok sem rendelkeznek valós információkkal, nem tudjuk, hogy Észak-Koreában mi történik. Rendszeres a kivégzés, több mint 100 000 ember van politikai okok miatt börtönbe, katasztrofális a helyzet. Én a magyar agyammal azt mondom, csak időkérdés, a koreai kérdés megoldódik. De aki ott él, annak őrületes különbség, hogy ez képletesen hónap lesz-e, vagy x év, vagy évtized múlva. Zárójel, rengeteget lehetne beszélni. Egy. Az iparosítást Észak-Korea 50-es években jobban csinálta, mint Dél-Korea. Kettő. Az atomprogramot Dél-Korea kezdte el, csak Észak-Korea folytatta. Tehát megint semmi nem fehér-fekete, Kim Il-sung egy diktátor volt. A kínaiak mindig azt mondják, hogy Koreában marsal, náluk őrmester. Kim Il-sung fia egy katasztrófa volt, az unoka nála is sokkal rosszabb, itt tart jelenleg az ország, de ez vázlat volt. Köszönöm szépen. Egy úr jelentkezett. Nagy a csend Izraelben a palesztinokkal. Tehát gyakorlatilag álló lázadás volt. Mi lesz a dologból, ezt szeretném megkérdezni. Bocsánat, nagy a csend, palesztinok és Izrael. Mi lesz a palesztinokkal, álló lázadás van, és mi lesz velük? Tehát gyakorlatilag semmi információ nincs róluk. A válasz az, hogy jelenleg a migráns kérdés, a török háborúk, a szíriai háború, a libanoni polgárháború az egész kérdést háttérbe tolta. Egy, kettő. A palesztinoknál ugyanúgy, mint a világon szinte sehol, nincs egységes vezetés, és ezt Izrael teljesen logikusan kihasználja. Következő. Izrael mai vezetése rendkívül nehéz helyzetbe vitte az én megítélésem szerint Izraelt. Már bejelentették, hogy annyira rossz a viszonyuk Európával, hogy Európát közvetítőként sem fogadják el, és az összes amerikai elnökválasztási kampányban teljesen nyíltan Obama ellen, a republikánusok mellett szóltak. Ennek megfelelően az izraeli-amerikai viszony mély pontra ment, olyan rossz, mint Izrael létrejötte óta soha. Teljesen nyilvánvaló, és én elvi választ adok, hogy Izrael létét az USA garantálni fogja, de a mai izraeli politikából elege van. Elege van abból, hogy Netanyahu kioktatja, elege van abból, hogy elmegy az USA-ba, és ott Obama ellenes kijelentéseket tesz, tehát a két ország viszonya nem jó. Mind a két fél kellő pofátlansággal kémkedik a másikkal szembe. De tény az, hogy mindenki azt várja, hogy a következő amerikai elnök milyen politikát fog folytatni. Egy megjegyzés, az USA számára mindig a választáson kulcs az adó, a pénzügy, esetleg az oktatás. A külpolitika az amerikai választók döntő részét nem érdekli. A Közel-Kelet
az ott élő arab és zsidó lobbit érdekli, egyébként a világon alig van, akit itt tartunk jelenleg. Novemberben ebbe a kérdésbe okosabbak leszünk. Én azt mondanám, hogy a mai izraeli politika kontraproduktív, káros. Nem tudom, mit mond önöknek pár hónappal ezelőtt, de lehet, hogy pár évvel ezelőtt bemaradt a mikrofont, elfelejtették kikapcsolni, és mondta a Sarkozy a Obamának, hogy szörnyű dolog, hogy heti egyszer fölhív Netanyahu is kioktat. Mire Obama válasz az volt, te beszélsz, engem napi többször hív föl. Mire mind a kettő azt mondta, hogy nem gondolta komolyan, tökéletesen komolyan gondolták. A Netanyahu féle politika, hogy én megmondom a világnak, hogy mit kell csinálni, véleményem szerint stratégiailag téves. De ez egy nagyon rövid válasz volt. Kérdés bárkinek bármiről. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye tavaly március 31-ig lehetett belépni az országoknak ebbe az ázsiai új beruházási fejlesztési bankba, és ugye utána ilyen varázsütésszerűen jelentek meg Európában migránsok, hogy esetleg lehet-e ezek között összefüggés, és ugye október 1-jel bekerül a SDR-be az amerikai yuan is, mint fizetőeszköz. Kínai yuan. Igen, a kínai yuan. Tehát én nem hiszem, hogy Amerika ennek nagyon örülne, hogy a fiat dollárnak és a Kissinger féle petrodollárnak a hegemóniáját megpróbálják megtörni. Tehát én nem gondolom, hogy ők egyezkednének a háttérbe. Hogy ön szerint... Milyen gyorsan, hogy válaszoljak, minden ország és minden titkos szolgálat, amit tesz, az államtitok. Mindig azt tanítják, hogy a világon előbb-utóbb mindenki derül. 100-ból 98 dolog soha nem derül ki. Ennek van előnye is. Ha kiderülne például, hogy kilőtte le az orosz-ukrán határnál azt a repülőgépet, katasztrófa lenne, mert vagy kiderülne, hogy az oroszok és hidegháború jönne, vagy kiderülne, hogy a szomszédunk Ukrajna nem csak korrupt, de hülye is, tehát szintén nem lenne jó megoldás. Az amerikai alapvető cél, hogy a dollár kulcsvaluta maradjon, és ön pénzpiacokról kérdezett. Ő nyilván tudja, hogy ha képletesen holnap reggel a világ minden lakosa összes pénzét a bankokból kivenne, a világ összeomlana, mert ma a világon meglévő pénzmennyiség a sokszorosan mögötte lévő árufedezetnek, tehát az egész a bizalomra épül. Mi az amerikai stratégia alapja? Én, mint USA, lassan teret vesztek, ezt ellensúlyozom a kiváló hírszerzésemmel, a K+F-el, a műholdas hírszerzésemmel, nagyon sok egyébbel, és azzal, hogy a dollár kulcsvaluta. Az euró nem tudott kulcsvaluta lenni, holott ezt megpróbálta, és abban a percben, ha nem dollárba folyna a petrodollár, tehát a kőolaj földgáz kereskedelme, ez óriási negatív hatást gyakorolna az USA-ra. Irán megpróbálta, Oroszország megpróbálta, Kína megpróbálta, eddig nem értek el sikert, meglátjuk, hogy a jövő mit hoz. Nekem meggyőződésem, hogy az USA-nak néhány éven belül komoly kihívója nincs, néhány év után igen, de a mai világban oly gyorsan változnak az események, hogy ma néhány évre előrejelezni szinte lehetetlen. Tehát ez a válaszom, a kérdése pedig baromi jó. Egyetértek. Köszönöm szépen. Kérdés, itt elő két úr. Elnézést kérek, hogy még egyszer magamhoz ragadtam. Semmi baj, van az a pénz. Csak az előbb pongyola módon. Pongyolán fogalmaztam, nem az Egyesült Államokról van szó, hanem az Egyesült Államokat irányító háttérhatalom, akinek a gazdasági ereje tulajdonképpen az egész világot behálózza. És ez a gazdasági hatalom egyezkedik most tulajdonképpen az Európai Unióval, titkos tárgyalásokon olyannyira, hogy az európai képviselők egymásnak se számolhattak be, akik részt vettek a tárgyalásokon, anyagot nem hozhattak, és a többet. Most erről van szó, hogy ez a multicégeket tömörítő szervezet, ami nem az Egyesült Államok, hanem aki tulajdonképpen az Egyesült Államokat mozgatja, ez Európára rá szeretné erőltetni ezt a új, nem tudom, sose a nevét, azt hiszem TTIP, vagy mi, és most világ, vagy Európa mérő tiltakozás van, nálunk egy kicsit alszik, Nyugat-Európában ez nagyon komolyan van, nagy komoly tüntetés, stb. Itt még nem is tudnak róla az emberek. Tehát mivel ez egy véres, komoly valóság, hogy szerintem erre küldték ránk a délieket. Ezzel a szándéka, hogy európai fehér ellenállást elgyengítsék, szétverjék Európát tulajdonképpen. És még egy szót, hogy az Egyesült Államok mennyire van nagy bajban. 1913 óta nincs fizetőeszköz az Egyesült Államoknak, ha jól tudom, ugye? Tehát nincs nemzeti bankja, hanem az egy családokból összeállt csapat
kezdene annyi pénzt nyomtatni, amennyit akar. És ez egyezkedik Európával, génmódosított növényeket akarnak ránk erőltetni, meg egyébként, ami most be van tiltva, ez szakad ránk, hogyha ez az egyesség létrejön. Elnézést, milyen sokat beszéltem. Akkor gyorsan válaszolok. Egy. A kérdés egy részében önnek tökéletesen igaza van. Tavaly jutott el először a világ oda, hogy a világon meglévő összes vagyon kevesebb kézben van, mint a világon meglévő emberek 1%-a. Magyarul a vagyonok koncentrálódnak. 2. Ez mindig így volt, csak a koncentráció fölgyorsult. 3. A középrétegek mindenütt a világba, így az USA-ba is teret vesztettek. Rendkívül kevés ember tud bárhol a középrétegekből fölmenni, rengeteg az, aki a középrétegekből szépen lassan esélyed. Háttérhatalom. Erre a válaszom az, hogy ma a tőke mindenütt a világon rendkívüli mértékben koncentrálódik. Ez igaz bizonyos arab hercegekre, ez bizonyos, igaz bizonyos izraeli körökre, ez igaz európai és amerikai körökre, ezt is el kell mondani. Ezzel szemben egy egységes európai politika kellene, amely nincs. Meglátjuk, hogy mi lesz az Európa-Amerika tárgyalásokon. Én néhány mondatot hagymiak. Miért most jött elő a Volkswagen botrány? Tessék mondani, ez csak a Volkswagennél van? Bármelyik kocsit megvizsgálom, ugyanez jött elő. Miért most jött elő egy 1961-es magyar úszóbotrány? Hogy lehet? Nem az-e a cél, hogy az illető visszavonuljon, és ezzel a magyar úszósport, elnézést kérek, meggyengüljön? Én csak kérdezem, nem tudok rá válaszolni. Én mindig ezekben a furcsa háttér elméletekben nem nagyon hittem, de azért annyit látni kell, hogy a világot rendkívül komoly tőkék mozgatják. És azt is látni kell, hogy ma egy koncern nagyobb jövedelemmel rendelkezik, mint egy gazdag ország teljes GDP-je. Tehát ma egy koncern elnöknek egy nagyobb koncernről van szó. A valós hatalma nagyobb, mint egy nyugat-európai állam kancellárjának vagy államfőjének. Igen, a világ így működik. Ezzel szemben a fölépés rendkívül nehéz. Miért most jött elő a panamai botrány? Ezt mindenki tudja. Miért nem jött elő az, hogy a legtöbb offshore szék Európában, Luxemburgban van? Ki volt eddig miniszterelnök? Az a Juncker, aki az Európai Unió egyes számú vezetője. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amire ma nincs válasz, de ha összerakom, akkor nem túl pozitív a kép, és a válasz az, hogy Európának kellene az érdekeit védeni a migránsokkal és a szövetségeseivel szemben is. Az eljövendő hónapok meg fogják mutatni, hogy erre Európa képes-e, igen vagy nem. Pont. Kérdés. Azt szeretném megkérdezni, az angol 105-ök ellen milyen alternatívát jelent a bridge országok? A fedezet nélküli dollár meddig életképes? Az addig, egyesül... amíg hiszed benne. Bocs, erre gyorsan válaszolok. Igen, ez hit kérdés. Ezt már megkapta, igen. Tehát tehát az amerikai birodalom körülbelül meddig állhat még fenn? Hagy válaszoljak meg, mert föl kéne írni. A BRICS országok körülbelül 2 éve nem számolnak vele. A BRICS ország, Oroszország, Kína, India, Brazília, Dél-Afrika. Brazília, Dél-Afrikát kár volt belevenni. Az orosz-kínai kapcsolat döntően politikai, a kínai-indiai, ez lényeges, gazdasági. Kína és India nem szereti egymást, de oly mértékben egymásra épült a gazdaságuk, hogy itt jelenleg a háború valószínűsége lement a minimálisra. Most tessék tovább. Jó. És mit jelentene Európa számára, ha Törökország megkapná a vízumot? Azt, hogy 80 millió török elvileg gyakorlatilag nyilván néhány millió fölkerekedne, bejönne Európába, lehetetlen lenne a mozgásokat követni. Én nagyon szemét vagyok. Én nekem életem meglepetése lenne, ha most Európába beküldött szírek jelentős része nem a török titkosszolgálatnak dolgozna. Pont. Ezt jelenteni. Még egy megjegyzés. Nekem nagyon fura, amikor 2-3-4 évent a nyugati sajtóba lejön, hogy kiderült egy amerikai atomközpontra, hogy az ott lévő kínai kém. Az összes többi is kém. Hát egyszer mondjuk ki, egy kínai mindig haza akar jelezni, ő otthon akar sikeres lenni, otthon akar meghalni, be akarja bizonyítani, hogy vitte valamire. Tehát más a logikája, mint egy európai migránsnak, aki megpróbál itt-ott-amott integrálódni. Pont. Kérdés. Kinek van kérdése? Összeszedjük. Köszönöm szépen, csak neveket szeretnék mondani, itt a tisztelt jelenlévők nagy része ezt már tapasztalta korábban is. Voltak itt azért érdekes történések korábban a migránsválság elején. Az egyik az, hogy miben segítetek, adok tollat és hát lesz még több kérdés is. Az egyik az, hogy itt a válság elején volt arra például, hogy Gyurcsány Ferenc befogadott a lakásába is bevándorlót. Gyurcsány Ferenc, tehát erről a névről mik az asszociációk.
Aztán vannak, akik újra élettek haló politikai poraikból itt a válság kapcsán, Badai Ágnes. Ők egyébként ketten maradtak a határzár bevezetésekor a kerítés túloldalán Szerbiában, tehát az ő, és gyakran nyilatkozik is, mint biztonság politikai szakértő, és nem tudom mi, szakpolitikus ebben a témában. És a Jobbik mozgása, talán még azt hiszem, hogy mindenképpen hasznos, hiszen van Lukács László György személyében egy orvos nepper is innen Karcagról, ezt ugyan nem mondjuk dicsekvésképpen, de ez legyen egy belpolitikai oldala, de a Jobbik azért exponálja magát ebben a témában. Nekem több kérdésem nincs is. Köszönöm, most kimentem. Mondtam, hogy a belpol nem az enyém, de mondtam, a kérdést kapok, válaszolok. Kezdjük. Teljesen nyilvánvaló, hogy a migráns kérdés kapcsán a magyar társadalom bő 90%-a felsorakozott a kormány mögé. Teljesen nyilvánvaló, hogy a nem kormányi pártok próbálnak valahol fogást találni, ez a politika alapja. És anélkül, hogy neveket mondanék, az első úr, akit miniszter úr említett, nyilvánvaló alapvető célja fölkészülni a következő választásra és egységes miniszterelnökként színre lépni. Ez teljesen nyilvánvaló, teljesen logikus. Én szeretek fogadni arra, hogy mi fog történni. Én fogadok most arra, hogy két év múlva mi lesz a választások eredménye, ha bárki akarja, fogadhatunk. A második, akit mondott hölgy, arról nem szeretnék nyilatkozni, mert az egyetemen nálam vizsgázott. A véleményem az elmúlt néhány évben róla nem változott, tehát nem szeretném elmondani. Az idő a hölgyet kulturáltan fogalmazva nem igazolta. A Jobbik rendkívül nehéz helyzetben van, mert a Jobbik számára az alapvető stratégiai kérdés az, hogy föl kimenjen-e jobbra és összeszedje a szavazatokat, vagy bejöjjön középre, ebben az esetben nehéz helyzetbe kerül. Ha kimegy jobbra, szavazatot veszít. Ha bejön középre, szavazatot veszít. Tehát nem véletlen az, hogy a Jobbik jelenleg a harmadik helyre került a választás a pártok népszerűségi listáján. A Jobbik tele van fiatalokkal, és ha megnézem az egyetemista ifjúságnál, a Jobbik és a Fidesz elképesztő harcba áll egymással, hogy melyik a népszerűbb. Ez egy rendkívül érdekes dolog. Meglátjuk, hogy melyik párt hogy pozícionálja magát. Én úgy érzem, hogy a magyar belpolitikában különböző pártok próbálnak fogást keresni. Ezt jelenleg véleményem szerint nem sikeresen csinálják. Plusz, hát most az alkotmány kérdésében egy olyan honvédelmi miniszter van, a Simicskó úr, aki az ellenzéki pártokkal tárgyal, aki a javaslatait komolyan veszi. Tehát magyarul a Simicskó ellen föllépni, én nem látom értelmét, meg nem látom a logikáját. Tehát úgy érzem, hogy ő a stratégiai céljait el fogja érni, de ez a magánvéleményem. Nem akarok bemenni a HM-be, semmi ilyen ötletem nincs, de én innen sok sikert kívánok neki. Pont. Van-e kérdés önök részéről? Bármi. Megyünk sorra. Akkor három kérdés van, és utána aki kér könyvet, boldogan adok. Első kérdés. Nem játszotta-e túl magát Erdogán? A válasz az, hogy igen és nem. Erdogán alapvető célja az volt, hogy bevezessen egy olyan török elnöki rendszert, ahol azt csinál, amit akar. A választásokon még az abszolút többséget sem kapta meg, ezért pár héttel később kiírták újra a választásokat, ahol abszolút többséget kapott, de nem kétharmadot, nincs megelégedve. A küszöböt a parlamentbe jutásra megemelték 10%-ra, az alapvető cél az volt, hogy az egyetlen kurd párt ne kerüljön be a parlamentbe, bekerült. Ettől kezdve Erdogán nem kapta meg a kétharmadot, örjöngött, de én fölhívnám valamire a figyelmet. A mostani török miniszterelnök, akinek heteken belül kiadjuk a könyvét magyarul, korábban külügyminiszter volt. Ha önök közül bárki jól tud németül vagy angolul, minden év januárjában van a világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma, München Verkunde. Fantasztikus. Ott vannak amerikai alelnökök, orosz elnök, külügyminiszterek, védelmi miniszterek. Az eddigi török miniszterelnök, mint külügyminiszter minden évben elment oda, és akivel vitázott, azt ledarálta. Tehát még egyszer, ezt vissza lehet nézni interneten, baromi jó. Nézzék meg, Erdogán alapvető stratégiai célja egy egyszemélyi diktatúra bevezetése, eltaktikázta magát, eddig nem tudta megvalósítani. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, tehát Erdogán eddig nem érte el stratégiai célját, a teljhatalmat.
Két úr hátul. Igen. Amerikai katonai csapatok telepítése Kelet-Európába. Miért most és mi ennek a várható következménye? Gyorsan válaszolok. Az amerikai csapatok telepítése ütközik a 2007-es és a korábbi NATO-orosz-arab szerződésekbe, többek között a 97-esbe. Az amerikaiak nem telepíthetnek csapatokat, a Merkel bejelentette, hogy megvétózza, ezért nem csapatokat telepítenek, hanem technikát hoznak ide, és a csapatokat rotálják, tehát meghatározott napok után újakat hoznak ide, így a NATO-orosz alapszerződés betűjében nem ütközik, szellemébe igen. Mi a cél? Papíron az a cél, hogy Kelet-Európa egy része fél az oroszoktól, a skandinávok, baltiak félnek az oroszoktól, tehát egy itt lévő amerikai katonai egység ezt a félelmet csökkenti. A valóságban az Egyesült Államok abból indul ki, hogy a NATO-t keletre tovább kell vinni, teljesen mindegy, hogy valaki megfelelő-e vagy sem, fölveszük, és az oroszokat próbálunk velük szembe egy komolyabb ellensúlyt létrehozni. Ez nyilvánvalóan orosz érdekekbe ütközik. Én egyetlen megjegyzést hagyjak. Lehet az oroszokat szeretni utálni, nekem teljesen mindegy. De én említettem, hogy ez a világ mindig érdekszférákból állt. Tetszik vagy nem tetszik, a volt Szovjetunió jelentős része, a Baltikum nem, orosz érdekszféra. Ha én, mint Oroszország csinálnék valamit Közép-Amerikába, az USA őrjöngenne, stb. Én most készakarva végigolvastam az amerikai követség Magyarországnak szánt anyagait, hogy milyen mocskosak az oroszok, hogy ott vannak Szíriában, igen, a Földközi-tenger hány pontján vannak amerikaiak. Tehát a válasz az, hogy az Egyesült Államok folytatja azt a politikát, amit elkezdtek Bush alatt, hogy az oroszokat tovább nyomni keletre, tovább kinyomni most éppen Ukrajnából. Ez Putyin alatt véleményem szerint nem fog megtörténni. Már olvastam az elemzéseket, hogy az oroszok még hány napig bírják a fegyverkezést. Szerintem bármeddig, mert az oroszoknál az, hogy nincs nyugati áru, földolgozzák, azt, hogy Oroszországban az életszínvonal lejjebb megy, sokkal könnyebben földolgozzák, mint Európa. Zárójel, Európa döntő része az embargó ellen van, mert ezzel rengeteget veszít, többek között Magyarország is. Ez a válaszom. Második és egyben utolsó kérdés egy úrtól. Köszönöm, jó estét, Vida Tamás vagyok. Kérdésem az, hogy előfordulhat-e az, hogy Orbán Viktor politikáját nyíltan is elismerik Európában? Vagy erre hogy válaszoljak? Egy mondatban, aztán kérdezem tovább, bocs. Járom Európát. Iszonyú gyakran előfordul, hogy bal és jobboldali politikusok odaadják a névjegyüket. Nagyon szépen kérik, hogy adjam le a magyar kormánynál, hogy ők szívesen segítenének. És mondom, hivatkozhatunk rájuk? Hát azt ne csináljuk. Mondom, ez baromi jó, én már szovjet időszakban nőttem föl, akkor megszoktuk, hogy mindenkinek két véleménye van. Furcsa dolog, hogy ez visszatér Európába. Tehát az európai tömeghangulat, ha ő nyugat-európai újságokat olvas, akkor Orbán mellett van egyre nagyobb részben. Az európai politika sokkal óvatosabb, mert nyilván a baloldal nem ismerheti el azt, hogy a jobboldali miniszterelnököt az idő igazolt, de minél tovább megyek, annál nagyobb lesz Magyarország nemzetközi bázisa. Bocsánat, lehet folytatni. Ugyanaz a kérdés másik olvasatban. A liberalizmus, illetve az illiberalizmus aránya viszonya Európában. A válasz az, hogy a liberális eszmerendszer a 19. században teljesen logikus, indokolt volt. A 20. század jelenlegi részébe és a 21. században a liberális eszmerendszert az idő nem igazolta, a migráns kérdésnél a liberális eszmerendszer perifériára került. Nem véletlen, hogy hosszú évek óta Európa talán legfontosabb liberális pártja. A német FDP még a parlamenti küszöböt, az 5%-ot sem éri el, majd meglátjuk, mi lesz jövő őszén. Tehát a liberális értékek átértékelődtek, a liberális politikát az idő nem igazolta, az európai gondolkodásmód megváltozott, az európai politika sokkal kevésbé. Ez a rövid válaszom. Nagyon szépen köszönöm. Ha több kérdés nincs, átadom a szót miniszter úrnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Ennyien végigülték ezt az estét, és ha a miniszter úr befejezte, boldogan dedikálom a könyvemet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Nógrádi Györgynek ezt a igazán alapos, precíz, minden részletre kiterjedő ismertetést, ami a világról láthatjuk itt, illetve ami mögötte kevésbé látható, arról szólt. Azt hiszem, hogy gyakran elmondtam már, hogy segít ilyenkor az eligazodásunkat abban, hogy értsük azt, ami történik határon belül és kívül, és ami igazából velünk is történik, vagy velünk is megtörténhet. Vagy ha nem vigyázunk, itt is megtörténhet az, ami esetleg máshol már visszafordíthatatlanná válik a szemünk láttára. Most megint egy olyan része ez a világtörténelemnek,
beleértve az európai és a magyar történelmet, mint ami volt mondjuk 1990, vagy volt 2010, amikor viszonylag gyorsan alakul valami, és egyáltalán nem mindegy, hogy el tudunk-e ebben igazodni. Tehát tényleg nagyon köszönöm valamennyiünk nevében, és ez a most hallott előadás, a kérdésekre adott válaszok is mutatják azt, hogy bizony milyen bonyolult tényleg a világ, de nem sokára majd eljön az idő, amikor egyszerű döntést kell hozni, idézőjelbe téve természetesen, igen vagy nem formájába kell dönteni. Dönteni kell majd egy szavazáson arról, hogy mi legyen. Erre szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét, azokét is, akik nincsenek itt most a teremben, akiket majd a média lehetőségein keresztül tudunk elérni, vagy akik tőlünk, a tisztelt jelenlévőktől, a kedves vendégektől fogják majd hallani azt, hogy mit döntsünk, mit döntsenek minden magyar embernek, aki szavazó, felnőtt állampolgár majd el kell dönteni. Elmegy. Rá kell beszélnünk, hogy igenis menjen el, és döntsön helyesen, döntsön a magyarság érdekében. És mindenképpen el kell, hogy hangozzék ezen az estén még itt zárásképpen Orbán Viktornak, miniszterelnök úrnak a neve, aki az egyetlen politikusa volt Európának, aki kellő időben felismerte azt, hogy mire kell fölkészülnünk, mi folyik és miről szól ez az egész. Az embereknek a vándoroltatása, az, hogy itt államok bomlanak fel és tűnnek el, ami földre az órán régen megszoktuk, hogy van Szíria, vagy Líbia, vagy van Irak, vagy van Afganisztán. Jó időbe és tiszta világlátással hozott döntéseket, akkor is, amikor mindenki szitta, támadta, piszkálgatta őt és az országot, és következetesen végigment abban a küzdelemben, ami egyáltalán nem ért még véget. Tehát fontos, hogy ebben is lássunk tisztán, és ilyenkor, ha a történelmi pillanatról beszélünk, azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy van olyan történelmi személyiség ennek az országnak, van olyan vezetője, aki tudta azt, hogy mit kell tenni, tudta azt is, hogy mit kell mondani, mikor és hogyan. És ebből a szempontból már egy harmadlagos dolog, hogy ki hogyan ismeri majd ezt el. Nyilván van, amit csak az utókor szokott elismerni, van, amit valakik a színfalak mögött hajlandóak elismerni, a színfalak előtt már egyáltalán nem, és a példákat még sorolhatnánk. Itt a lényeg az, hogy szükség van a magyarság összetartására, akkor is, hogyha egyébként sok kérdésben nem értünk egyet, azoknak a politikai erőknek is szüksége van arra, hogy a kellő időben a megfelelő döntéseket meghozzák, akik esetleg eltérő zászlók alatt vannak. Ugyanis a tét az nem kevés, a tét az, hogy képesek vagyunk-e megvédeni Magyarországot, a Fidesz-KDNP képes erre. Szoktam azt is mondani, hogy csak a Fidesz, de azt hiszem, hogy ezen túl kell most mennünk. Minden a magyarságért felelősséget vállaló ember számára, minden magyarul érző honfitársunk számára egyaránt fontos kell, hogy legyen az, amivel kezdtem a mai estét, hogy Magyarország Magyarország maradjon. Az életformánk, a kultúránk, mindaz, amit a nemzet jelent, az a miénk, meg kell védenünk, ki kell mellette állnunk, és akik esetleg tétovák ebben a dologban, azokat meg kell majd győznünk. Én bízom benne, hogy ez a mai este is azon túl, hogy hihetetlen élményben volt részünk, az ismeretek, a tudás tárház az, amely itt előttünk fölvonult, elősegít az, hogy ezeket a célokat elérjük. Én nagyon szépen köszönöm, köszönöm előadónak, Nógrádi Györgynek, várjuk további műsorait, amelyeket érdeklődéssel szemlélünk. Köszönöm ezt a estét, kellemes hazaérkezést, kellemes beszélgetést kívánok a továbbiakhoz, hiszen még nem kell egyből elindulni, és ahogy elhangzott, itt a kötetek dedikálhatóak. Jó éjszakát, kellemes estét kívánok!